Június 26-án hétfő este, jó estét kívánok, a Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! Vendégségben a múzeumban újra Szomor volt a Nepó vendége. Csángó mesterségek, játékok és tánca kenderkében. Ismét megelevenedett a lovasport aranykora a Sport utcában. Tudásokról adtak számot a Maja tánc és gimnasztika csoport tagjai. 2011 óta ad lehetőséget a helyi és környékbeli sváb közösségek számára a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum, hogy saját tradícióikból, szokásaikból ízelítőt adjanak a nagy közönségnek. A vendégségben a múzeumban sorozatban idén Szomor mutatkozik be, a település helytörténeti előadással és meglepetés programmal is készült a házigazdáknak. A közösségépítés és a német nemzetiségi hagyományok széles körű megismertetése adta az ötletet a Kuni Domokos Múzeum munkatársainak még 2011-ben, hogy egy olyan sorozatot hívjanak életre, ami részletes betekintést ad egy-egy sváb gyökerű település tradícióiba, értékeibe. Idén Szomor fogadta el a lehetőséget, hogy hagyományait több hónapon keresztül prezentálja. Korábban egy kiállítás idézte meg a német nemzetiségi múltat, most pedig egy helytörténeti előadás. Azt gondolom, hogy ez a mai napi bemutató egy olyan hiánypótló alkotás, információ, ami eddig nem igazán a tudományos művekben nem igazán köszönt vissza, számtalan kérdés merült föl, ki honnan jött, hova tartott, hova lett, mi lett vele, kinek mi a származása, kik az ősök és mit csináltak. Az én kutatásom is innen indult, mi is egy szomori család vagyunk, nekem is a nagyapám mesélt erről. Nyilván a történelmi viharában sok minden feledésbe merült, viszont azt gondolom, hogy most a szomori közösség számos olyan kérdésre választ kaphat, ami az idősebbeket, aztán a fiatalabbakat mindig is érdekelt, vagy ha nem most, akkor majd fogja. És talán így pontról pontra, időről időre, kérdésről kérdésre választ kaphatnak arra, hogy kik is voltak az ősök, honnan jöttek, mit csináltak, hova lettek és kik is voltak ők. Mi megígértük nagyapának, és én még a nagybátyámnak is, hogy utána járunk ennek, amúgy mi Békés Csabán születtünk. A történelem minket Békés Csabára sodort, a család egy részét. Sok olyan dokumentumot őrzött meg nagyapa, ami Szomorhoz kötött, így volt kiindulási pontunk. Viszont sok mindent ő sem tudott, csak amit neki meséltek. Viszont megbeszéltük, hogy akkor föltárjuk, hogy kik is voltak a mi őseink, honnan jöttek. Őt is érdekelte, csak nem minden tudott. Viszont régen nem álltak olyan lehetőségek rendelkezésre, mint most. Internet, elektronizáció, informatika, és nagyjából így most már lehetőség nyílt, talán, ha nem is egy irodából, vagy a négy fal közül, de sokkal könnyebben feltárni bizonyos információkat, dolgokat, amik rajtunk túlmutatnak, mint a Schöninger családon, viszont a szomorközség teljes lakosságát, ha nem is a teljes lakosságát, de nagyon sok mindenkit érint. És gondoltam, hogy ezt megosztom velük nagyon szívesen, és itt nyitott fülekre találtam, úgyhogy ez a mai napnak a sarokköve, hogy a szomori betelepülés és a családok eredete. Mindig fölmerül egy újabb kérdés, és egy váratlan e-mail, vagy egy kérdés akár hozzám, hogy elterjedt, hogy én foglalkozok vele, és múltkor például az Amerikai Egyesült Államokból keresett meg valaki, akinek szomori felmenője volt, hogy akkor mit lehet erről tudni, de ugyanúgy az Egyesült Királyságból, Németországból, vagy éppen Ausztriából. Tehát úgy tűnik, hogy nagy az érdeklődés, és valahogy elterjedt, pedig nem én voltam istenű, tehát tényleg Isten lásson, de valahogy ez most elterjedt, hogy ez egy olyan dolog, ami hiánypótló lehet. És akár 200 év múlva is valaki előveszi, akkor amikor mi már nem leszünk, akkor is gyakorlatilag bepillanthat a múltba. Ja, és a jövő kutatói számára is újabb támpont lehet, amit nekünk nem sikerül, az majd a jövő generációjának igen. A nyári szünet beköszöntével a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola egy tematikus táborra szólította meg a diákokat. Június 26-ától hivatalosan is elkezdődött az intézmény első moldvai turnusa, ahol a gyerekek a tánc és a hangszerek ismerete mellett a tradicionális kézművességeket is elsajátíthatják.
A kézműveskedések miatt meg, mert lehet tanulni hangszereken. Miklósics Balázs örömmel mesélte el stábunknak, miért választotta idén a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola táborát. Június 26-ától ugyanis a nyári szünetben is tevékenykedni vágyó gyermekeket szólítja meg az intézmény tematikus moldvai turnussal. A speciális programok sok generáció érdeklődését felkeltették, így 5 napon keresztül eseményekben gazdag helyszínnek számít a Kenderke főépülete. Moldvai tematikus táborral készültünk a legkisebbeknek elsősorban, de aztán kiderül, hogy többeket is érdekel ez a tánc, úgy, ahogy mi tudjuk. Én és Porvai Gergely fog itt tanítani néptáncot, és hát na, kinyitottuk akkor a korosztályt, és megcsináltuk úgy, hogy itt alvós is lehessen, úgyhogy tényleg széles korosztállyal dolgozunk. Moldvai tematika az, hogy minden, amit tudunk, az moldvai csángó néphagyományon nyugszik, tehát a táncok azok egyértelműen a legfrissebb gyűjtések alapján, és itt muszáj megemlítenem a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségét, akinek köszönhetjük, hogy közel kerültünk ezekhez a gyűjtésekhez, és gyakorlatilag Porvai Gergely ott munkatárs ebben a munkában. Én meg hát ennek kapcsán sikerült belelátnom egy kicsit, meg az ottani létem kapcsán. Ami még itt moldvai, hát a kézműves foglalkozások is, tehát bernit szövés lesz, bocskor készítés, és még van egyéb mesterség is. Például a főzőnékre is nagyon nagy a kereslet, főként a kicsi fiúk körében. Továbbá ugye zenét is lehet tanulni, moldvai citerát, furuját és a legkisebbeknek dobot. Hát így állt össze az, ami csak csángó, még ami különlegessége a tábornak, hogy ez a pár gyermekjáték, amit ott létem alatt sikerült fölgyűjteni, az tulajdonképpen bele van építve ebbe a táborba, tehát azt mondhatjuk, hogy még a gyerekjátékoknak is egy olyan 80%-a az moldvai csángó. Ezzelből nem olyan régen tértem haza Somoskáról, és még ez az a hely, amit meg szeretnék említeni, Benke Paulinát és Benke Pávert, ők nagyon komoly munkát végeznek ott, és országszerte ismert az ő nevük, és véletlenszerűen kerültem én oda, és sokkal többet kaptam tőlük, mint tudás, meg gyerekjáték, meg lejegyzetelhető adatforrások, hanem egy kicsit család lettem ott. Tematikus tábort akartam, és még van ötletem, hogy egy helyit is össze kéne majd tenni, de hogy a moldvai anyag az most kezd bennem úgy megérni, hogy azt mondom, hogy most már van mit továbbadni. A gyerekek kötetlenül játékos formában sajátíthatják el a moldvai szokásokat, amely kezdeményezés rögtön elnyerte a résztvevők tetszését. Tavaly is voltam, és tudtam, hogy itt kézműveskedünk is, meg néptáncolunk is, és nagyon tetszett ez a hely is, meg ez az egész hangulat. Eddig néptáncoltunk, és én majd azt várom, hogy kézműveskedjünk. A moldvai tábort idén először, de hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a Kenderke iskola. Tata a kis New Market ezzel a jelszóval nyitotta meg ismét kapuit a nagy közönség előtt a Szent György Villa, mely a monarchia idejében a tatai lovasport élet és az itt működő versenyistálók egyik központi helyszíne volt. A vendégeket ezúttal nem csak a múzeumként működő tereken kalauzolták végig, szekér, kocsi és hintó bemutatót is tartottak, sőt két magyar sportlóval testközelből is találkozhattak a látogatók. Kocsi ritkaságok álltak a Szent György Villa bejáratában, de a Sport utcai ingatlan udvara is szép számú jármű különlegessége büszkélkedhet. Ismét rendhagyó időutazásra invitálta az érdeklődőket a Henry Milne Angol-Magyar Lovas Történelmi Egyesület, amely a sport helyi aranykorát hivatott kutatni és a nagy közönséggel megismertetni. A kornak a rekvizitumot, a hintókat tudtuk bemutatni, a fogatos személyszállítás, vagy esetleg a fogatos teherszállításnak egy-két kocsi típusát tudtuk bemutatni, és arról beszéltem néhány szót. Muszáj a kocsikról is beszélni, hiszen nem volt akkor még más, amivel mindezt, amit az előbb soroltam, végezték, csak fogatott járművekkel. Tehát a ló itt is kapcsolódik. Sőt, arról nem beszélve, hogy sokan nem tudják, a tatai Eszterházi ménesnek voltak ügetőlova is. És az első ügetődervi kírás akkor 1884-ben sorozatban 4 évig tatai ló nyerte. Már lassan nem volt olyan ló, aki kimert tatai ló ellenállni. A programra ezúttal 2 meglepetés vendég is érkezett. A ma már nyugdíjas, de korábban sikereket halmozó magyar sportlovak hamar elbűvölték a vendégeket. Ez a 6. nyílt nap már a Milne Egyesület életében.
Most azért volt kuriózom, mert két élő ló is volt itt, és azok nyelgelését, meg egy-két lóval kapcsolatos kérdésre tudtunk válaszolni. Hát minden esetben regisztrációhoz kötött, ugye, és van egy záros személymennyiség, amennyit el tudunk látni, és mindenki tudjon látni olyat, amiről beszélünk. Tehát itt az a lényeg, hogy nem csak a szöveges információ, hanem maga a látvány is nagyon fontos. Ez egy olyankor, megint csak erről tudok beszélni, ami a lovaglás, az idomítás, az angol teli versenyzés aranykora. Tehát az, hogy egy magyar városba, egy magyar gróf meghívására angol idomárok, lovászok, illetve zsokék jönnek, ez egy óriási dolog. És nem beszélve arról, hogy Magyarországon Tatának az életét is megváltoztatta mindez. Tehát nem csak a lóversenyzés, hanem a lakosság, a civil lakosság életét. Hiszen akár a kofák a piacon, akár a nyergesek, a szígyártók, ez mind komoly munkát igényelt, hogy ezeket az embereket, ezt a rengeteg versenylovat ellássák. Nem véletlen, a Szentgyörgy villában szinte minden sarok a lovakról szól. Tata városa egykor a sporttörténelem európai szinten ismert fellegvára volt. A monarchia 15 versenyistállójából 10 itt működött. Első alkalommal szervezett évzárógálát a Maja Tánc és Gimnasztika. A gyerekek a művelődési házban mutatták be tudásukat a családtagoknak és az érdeklődőknek. A fiatal sportolók jelenleg a Magyar Látványtánc Sportszövetség Európa-bajnokságára készülnek, de már számos elismerésben részesültek az elmúlt időszakban is. Jól ismert filmzenék is felcsendültek a Magyari Zoltán Művelődési Központban. Június végén tartotta ugyanis első évzáró gáláját a Maja Tánc és Gimnasztika, amely tatai csoportot hamar megismerhette az ország. A lányok ugyanis a rendszeres edzés mellett számos megmérettetésen teljesítenek kiválóan, így a legutóbbi bemutatón a helyi közönség is megismerhette a fiatal tehetségeket. Szerencsés alkat, aki hajlékony, és van bátorsága kiállni, de ez nem elég. Tehát egy kevésbé hajlékony gyermekből is lehet nagyon jó táncos, kellő kitartással. 3-4-szer találkozunk egy héten, ők versenyeznek is, azért is ilyen sok az óraszám. Általában másfél és két órát dolgozunk egy-egy alkalommal. Van egy segítőnk, Baumgartner Laura személyében, aki Tatán személyi edző. Ő segít a lányok fizikumát fenntartani, illetve fejleszteni. Korosztályonként bontva vannak, nyilván így más a technikai követelés is, és a 6-9 éves korosztályban vannak olyan gyerekek, akik már versenyeznek is, de ott még a legtöbben hobbi szinten táncolnak. Az egyesület jelenleg 45 tagot számlál, köztük a legfiatalabb táncos 3 éves, a legidősebb pedig 16. Bár az életkor tekintetében nagy különbség van, a lányok motivációjában és a tánc szeretetében annál kevésbé. Eleinte nagyon elkezdett érdekelni, és ezért választottuk ezt a sportot, tevékenységet. Igazából nagyon jó a hangulat minden órán, és nagyon jókat tanulunk. Én nagyon szeretem. 4 éve járok, és én csak azért szerettem volna táncra járni, mert régen is már balettos voltam, csak akkor még zumbára jártam. Elkezdtem táncolni, és elkezdett érdekelni, és továbbra is jártam. A csoport a gála mellett a Magyar Látványtánc Sportszövetség Európa bajnokságára is készül, amely versenyt Balatonfüreden rendeznek meg. Évzáró koncertjét tartja a Peron Tehetség Központ. A könnyű zenei képzésben résztvevők június 28-án 18 órától lépnek színpadra a volt piarista rendházban. Különböző formációkban mintegy 50 diák ad ízelítőt egész éves munkájából. A Magyar Posta tájékoztatása szerint Agostyánban a postai szolgáltatásokat június 30-áig a megszokott helyet csak szűkített nyitvatartással tudják biztosítani az ügyfelek részére. A postahely módosított ideiglenes nyitvatartási ideje az érintett időszak végéig, hétfőtől péntekig, 12 óra 30 perctől 15 óráig tart, írja a tata.hu. Hétfő esti híreink következnek röviden. Vendégségben a múzeumban újra szomor volt a Nepó vendége.
csángó mesterségek, játékok és tánca kenderkében. Ismét megelevenedett a lovasport aranykora a Sport utcában. Tudásokról adtak számot a Maja tánc és gimnasztika csoport tagjai. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Hírekkel holnap este is várjuk Önöket, én szép estét kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!